ragad újdonság a Melyek standján is, amelyeket mindjárt be is mutatok. Először csak a poszteren, utána pedig teljes valójában. Portrémarkolatokat készítettek Canon és Nikon fényképezőgépekhez. Mellette látható egy vezeték nélküli fájl átvitelre alkalmas adapter, amelyet a vakupapucsba lehet helyezni, és természetesen úgy alakították ki, hogy ne okozzon gondot a vakozásnál. Amellett pedig látható az a poszter, amelyen az MK320-as jelű kisvakut népszerűsíti. Ez a 32-es kulcsszámú TTL módú vakú egy aprócska kis LCD-t tartalmaz, és természetesen a fejet felfelé is emelhetjük, illetve oldalirányba is fordíthatjuk. Itt van tehát az MK320-as kisvakú. Igazán icike. Oh, és milyen meglepően könnyű. Felfelé is fordítható a feje, oldalirányba is. Ezt most nem tudom bemutatni. Amit viszont nem említettem, hogy itt az elején három darab LED található, ami videózásnál ad folyamatos fényt. A fájl átvitelre használható adapter az ez. Amit látható, vakupapucsal rendelkezik, tehát a vakura helyezve a vakuzás tovább folytatható. Vezetékes hálózatot is támogat, és Wi-Fi-n is képes a fájlokat továbbítani. És a harmadik újdonság itt a standon, az pedig az előbb említett markolat, íme a Nikonos változat, és ott pedig a Canonos változat. Ezen felül természetesen a korábbi termékeket is kiállították itt a standon, amelyeket már korábbról ismerhetünk. És majdnem elfelejtettem ezt a LED panelt említeni. Hát az úriember ezt is mondta, hogy ez is valamennyire új. Nem most a Fotokinál jelent meg, de néhány hónappal ezelőtt egy nagyon komoly fényteljesítménnyel rendelkező videós LED panel. Vakuból bőséggel akad választék. Az előbb mutatott kis vaku mellett azért nagyon komoly modelleket is találhatunk, amelyik a kínálatában. Itt látható az a close-up fordító gyűrű, amelyről már tesztet is írtunk. Bár igazából nem tudom, hogy megjelent-e már. Ha még nem jelent meg, akkor majd meg fog jelenni. Itt pedig különböző közgyűrűket látunk. Bal oldalról haladva először Canon, mellette Nikon 1, mellette 4/3, mellette Sony E. Ez pedig itt egy E-bajonett és EF adapter.